2005-ben jött létre az a határon túli magyar újságírói szervezet, aminek célja az volt, hogy teremtsenek egy olyan közeget a Kárpát-medencében, ahol lehetőség van az újságíróknak, médiumok képviselőinek, hogy találkozzanak és eszmét cseréljenek, ne csak a saját tapasztalatok megosztásában, hanem abban is, ami a magyar nemzetpolitika kérdésköreit és aktualitásait illeti. A program egyik vendége Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője volt, aki elmondta, hogy nagy szükség van erre az egyesülésre, hiszen az újságíróknak kiemelt szerepe van a közvélemény formálásában. 16 évvel ezelőtt, 2005-ben jött létre ez a határon túli magyar újságírói szervezet. Elsősorban a nyomtatott médiumoknak a képviselőit fogja össze, vagy fogta össze, és az elmúlt 15-16 évben bebizonyította azt, hogy az életre hívására nagy szükség volt, mert hogyha nemzetre gondolunk és a nemzet továbbélésére gondolunk, akkor nyilván gondolunk egy intézményrendszer megerősítésére, de az intézményrendszer nem csak a politikai intézményrendszert, kulturális, oktatási, egészségügyi, szociális intézményrendszert jelenti, hanem a médiát is jelenti. Az elmúlt években sokat tettünk annak érdekében, hogy a magyar médiát a Kárpát-medencében és minden egyes régióban meg tudjuk erősíteni. Öröm látni azt, hogy olyan újságírók vannak itt, akik én gondolom, hogy a tevékenységünket valahol díjazzák, és sok esetben barátként is tudunk egymással beszélgetni. Én a személyes munkámhoz is egyébként a médiumok részéről az elmúlt években nagyon nagy segítséget kaptam, és ezt köszönöm. A Tengelicen megrendezett konferencián Szili Katalin miniszterelnöki megbízott is előadást tartott az egybegyűlt újságíróknak, ahol elmondta, hogy nagyon fontosnak tartja azt, hogy a Kárpát-medencében élők pontos és hiteles tájékoztatást kapjanak az anyaország politikájáról, nemzetpolitikájáról. Én éppen ezért tartom fontosnak azt, hogy tegyünk egy up-to-date, tehát egy aktuális ilyen áttekintést arról, hogy mi az, amit mi követünk a nemzetpolitikában. Mennyiben változott ez az elmúlt 11 esztendőben. Nyilvánvaló, hogy annak a három elvnek hogyan tudunk megfelelni, ami számunkra egyrészt a minden magyar számít elvét jelenti, hiszen mindenütt most népszámlálások is vannak, és ez nagyon szép a magyar nyelv, ugye jól kifejezi, hogy minden magyar számít, de tényleg számunkra is számít minden magyar, lett légyen tömbben vagy szorványban élő. Ugyanakkor szeretnénk azt biztosítani, és ez a második pillér, hogy mindenki a saját szülőföldjén tudjon élni, boldogulni és gyarapodni. Erre kell minden lehetőséget biztosítani, ezért is biztosítja a magyar kormányzat nagyságrendekkel, nagyobb támogatásával, gazdasági támogatást, szociális, hiszen a Köldökzsinór program például határon túl is érvényesíthető. És a harmadik pedig az, hogy látni kell, hogy a magyarság ma már világnemzet, tehát számunkra nem csak a Kárpát-medencében élő közösségeink, hanem a diaszporában élő közösségeink is fontosak. Így mára már elmondhatjuk, hogy egy egységes magyar nemzetté váltunk, ott, ahol számunkra nem csak a párbeszéd biztosított, hanem az identitás megőrzésének a valósága is, és ezen kívül a kultúránk, hagyományaink őrzése. A rendezvényen átadták a messzelátó díjat is, amit idén Potápi Árpád János kapott. Hálás szívvel köszönöm meg azt, hogy rám gondoltatok, engem választottatok az idei évben díjazottnak. Tényleg meglepetés. Köszönöm mindenkinek, aki rám gondolt és komolyan gondolja ezt a dolgot, illetve azokat a szavakat, amiket elnök úr elmondott. Az elismerést azoknak ítélik oda, akik előrelátóan tudnak gondolkodni és tenni azért, hogy a magyarság helyzete itthon is és külhonban is stabil és erős legyen.